Köszöntöm az Alsóörsi magazin nézőit, jó estét kívánok! Az idei esztendőben immár 18. alkalommal rendezték meg a Harley Davidson Open Road Fesztivált, és ezúttal is nagy siker volt. Az első motorosok már szerdán megérkeztek, aztán jöttek egészen vasárnapig folyamatosan, itthonról is és külföldről is. Bár a vihar kedden kicsit megijesztette a szervezőket, végül is a kezdésre sikerült mindent helyreállítani. Olyan jól sikerült a fesztivál, hogy Dobay Attiláék már a következőre készülnek. Egy egészen pici kis fáradtságot látok az arcodon, ez minek köszönhető? Hát nyilván a megelőző napok szervezése és különböző problémáinak megoldása ült ki rá. Kedden volt egy nagyon nagy vihar, azt nyilván mindenki tudja, és az félig összedöntötte addig felépített dolgainkat, úgyhogy az nagyon kemény munka volt, hogy újra helyre hozzuk. Azért ez nem semmi, tényleg nem is volt még ilyen talán. Már az elején volt egyszer, hogy nyitás előtti napon akkor döntött össze mindent, de hát ez benne van a Balatonban, hogy vannak ilyen váratlan események. Ez annyira nem is volt váratlan, mert előre jelezték, de mégis csak elcsodálkoztunk, hogy mekkora vihar. Azért tegyük hozzá, hogy gondolom, hogy elég profi csapat van, aki ezt csinálja, tehát azért itt nektek mindent meg kell oldani, akármi történik. Természetesen, hát most is ez történt, hogy több éjszakát fönt voltunk, hogy utolérjük magunkat, tehát mindegyen egy nappal visszavette addig elvégzett munkákat, úgyhogy hát ez ilyen. Tehát szabadtéri rendezvény, az mindig, abban mindig benne van. De azóta nagyon jó idő van, és reméljük, hogy marad is. Amikor legutóbb tavaly itt beszélgettünk, mondtad nekem, hogy figyelj, most befejezzük ezt a beszélgetést, lemegy az egész fesztivál, és már kezdem a következőt. Ez tényleg ennyi elképesztő szervezést igényel? Természetesen, mert amikor még friss az élmény, akkor levonjuk a különböző tapasztalatokat, és akkor annak megfelelően elkezdünk foglalkozni a következő évvel, és hát nyilván nem így nappal át éve, hanem egy ilyen havi rendszerességgel azért összeül a stáb, és akkor kezdjük kiválasztani a fellépőket. Mennyien vagytok egyébként? A közvetlen szervező csapatban hárman. Nem volt túl sok. És de vannak segítőink, tehát, úgyhogy elég. Ugye most már, amikor beszélgetünk, már 2 nap lement. Az eddigi tapasztalat? Én azt gondolom, hogy jó, most egy kicsit átrendeztük a területet, és... Kicsit? Bocsáss meg, nem találtam semmit. Igen, ahogy a terület szűkül itt a fejlesztések miatt, nyilván nekünk is mindig át kell gondolni, hogy mit hová teszünk, de azt gondolom, hogy teljesen jó lett így, és kicsit még talán hangulatosabb is. Aha. Lehet azt tudni, hogy körülbelül mekkora létszám az, akit összegyűlik, amikor már csúcson vagytok? Hát olyan 15 ezer ember általában megfordul itt a 4 nap alatt. Zöme azért magyar, gondolom. Igen, de egyre több a külföldi, tehát most tulajdonképpen ebben az évben megint nőtt a külföldiek aránya, ami örvendetes, mert elég jó hírét viszik a fesztiválnak, és aki itt volt, az visszajön és hoz még barátokat. Attila, mivel lehet magyarázni ennek a fesztiválnak a sikerét? Nem csak azért, mert 18 éve itt van, és már 18 éve megy, és mindig jobb, elképesztő sztárok jönnek, rengeteg ember van, jó a visszhangja, tehát mivel tudod ezt magyarázni? Hát azzal, hogy megpróbálunk amennyire lehet mindenre odafigyelni, ugye a tisztaságra, a rendre, éppen tegnap mondta az alfavíresek, akik itt zenéltek, hogy nagyon kevés helyen van az ilyen profi megszervezve. Ez jól esett hallani egyébként. Uh-huh. Úgyhogy, de ez vonatkozik a látogatókra is, hogy rájuk is odafigyelünk. Hát gondolom, hogy ez azért számít. Te örök ifjú vagy, tehát igazából amióta ismerlek, egy évet nem öregedtél. Hány évet tervezel itt még? Hányszor lesz még fesztivál? Hát én bízom benne, hogy még sokáig, hát ameddig így a erőm engedi, addig természetesen csináljuk. És ha egyszer elmennél nyugdíjba, akkor átadod valakinek? Hát már most is az Zömét a fiam csinálja, aki nagyon-nagyon ügyesen áll a dolgokhoz, és hát nekem ebben egyre kevesebb dolgom van. Neked már csak az van, hogy kisfiam, én azt szeretném, hogy csak úgy kell lennie. Igen, hát azért ilyen nagyobb dolgokban megkérdeznek, de nagyon sok mindent már levett a vállamról. De és Attila, ilyenkor napközben van munkád? Vagy ez már ilyenkor csak a gazda elmegy és megnézi, minden rendben van-e? Természetesen van most is. Most
11 órakor elmegyünk erre a túrára, egy emléktúra, amit minden évben megteszünk, és aztán azt követően különböző vendégeket kell fogadnom, meg egyéb, meg hát a problémás helyzeteket azért most is kezelni kell. Azért gondolom, van óriási felhajtás, VIP, sajtó. Hát igen, tehát ezekkel is sokat kell foglalkozni, de hát még adódnak menet közben is problémák, amiket le kell kezelni. Arra emlékszem, hogy Hebbing Zsolt itt volt már az első ilyen találkozón is, csak akkor azt hiszem még képviselő volt, de ha jól tudom, akkor 15 éve, mint polgármester már részt vesz benne. Mi változott 15 év alatt? Bizony 15. alkalommal vehetek részt én is a közvetlen előkészületekben, a szervezésben. Előtte, mint képviselő testületi tag, természetesen ugyancsak megjelentem a helyszínen, illetve azokon a megbeszéléseken részt vettem, amikor ez a gyümölcsöző kapcsolat a legelején tartott. Sok minden változott az elmúlt másfél évtizedben. A kezdetben ilyen családias szinte kislétszámú esemény egy hatalmas nagy fesztivállá érett, és hát évről évre olyan világsztárok, magyar sztár vendégek is megjelenek, akik nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és hát az a hangulat, ami kezdetektől fogva jellemző, az megmaradt, tehát nagyon különleges eseményről van szó, viszont a létszámokat tekintve én úgy látom, hogy évről évre egyre nagyobb, Magyarország legnagyobb motoros rendezvényéről van szó, de nem csak motorosokat várnak, hanem mindenkit ezekre a programokra, amelyek nem csak zeneiek, hanem mindenféle ugye a tartalmas programból kiindulva látszik, hogy mennyi minden élmény éri itt az ide látogatót. A környékből is vonza a látogatókat, tehát megyeszékhelyről, a megye minden részéről, tehát egy nagyon jó hangulatú és nagyon magas színvonalú esemény, rendezvény, és hát örülök, hogy másfél évtized alatt én is minden évben részt vettem, és minden évben valami újdonságot is tapasztalhattunk. Az idén lesz egy meglepetés, mert a település a szervezőktől egy szponzor felajánlásából kifolyólag egy fa motoros szobrot fog kapni. Polgármester úr, sokszor beszéltünk már róla, hogy a településen élők már várják az eseményt, hiszen azért ez pénzt is jelent számukra, hogyha kiadják a szállást, a szállodai szobákat. Azért azt látom, hogy nagyon nagy változások voltak, és itt több a szállás lehetőség már. Ez megérződik egyébként, hogy kevesebben mennek ki alsóösre szállást keresni? Úgy gondolom, hogy amellett, hogy itt megjelentek ezek a mobilházak, és évről évre bővül a kör, mert idén is lettek telepítve, ez egy bizonyos kényelmet jelent azoknak, akik ezt a kategóriát választják, tehát ki se kell mozdulni a kempingből. Persze megmaradt az a réteg is, akik sátrakban érkeznek és sátrakban laknak, itt ugyancsak a kemping területén, de azt tapasztalom a falut járva, meg a térséget is, hiszen nem csak Alsósról van szó, hanem az egész környékről, pont tegnap Almádin keresztül jöttem, és ott is rengeteg motoros van a különféle szálláshelyek, vendéglátó egységek előtt, tehát én úgy gondolom, hogy a vendégészaka számokat is ismerve nem érződik, tehát mindenütt ilyenkor teltház van, a magánszálláshelyeken, szállodákban, panziókban, vendéglőkben, a parton, tehát ilyenkor így az előszezonban megélénkül a forgalom, egy ilyen pezsgés kezdődik a Balatonparton, hiszen az északi Balatonpart legnagyobb jelentős eseménye. A településnek egyébként ez pénzt is jelent? Természetesen, hiszen a közvetlen, a vendégészakákból származó bevétel is 10 milliós nagyságrendű, de a közvetett, tehát a különféle szolgáltatóknál lecsapódó bevétel és annak az adóvonzata is természetesen megjelenik. Ez az egyik, ami a pénzügyi vetületét jelenti ennek a remek együttműködésnek, a másik pedig a település hírneve, nem csak hazai vonatkozásban, hanem nemzetközi szinten is. Tehát nagyon jól, pozitív értelemben öregbíti Alsós hírnevét. Gondolom, hogyha kimondják Németországban, hogy Alsó őrsz, akkor azonnal tudják, hogy mire gondoljanak. Reméljük, hogy így van, de nem csak a kontinensen, hanem én úgy tudom, hogy más világrészekből is érkeznek motorosok. Tehát egy különleges hangulatú, valóban fesztiválról van szó itt Alsósön, és remélem, hogy folytatása is lesz még. Kezdj csókolom, bocsásson meg, egy picit hadd zavarjam meg. Honnan tetszett jönni? Győr.
Győrből? Igen. Ez az önjárgánya? Igen, ez az enyém, igen. Igen. Olyan jól látni hölgyeket, akik motoroznak. Régóta tetszik ezt csinálni? Régóta, igen, aha. Igen, és nagyon szeretem. És egy ilyen fesztivált nem lehet kihagyni? Hát a fesztivált nem. Nem nagyon. De nem egyedül tetszett jönni? Nem, a férjemmel. Igen. Csak láttam most, hogy gyorsan elment. A barátainkkal, igen, aha. Igen. Mert azt akartam megtudni, hogy ugye előfordulhatna, hogy ketten ülnek egy motorra is, nem? Igen, én mindig egyedül szoktam rajta, igen, mert szeretek több mindent összepakolni, hogy minden legyen. Mind általában a hölgyek. Mind a hölgyek, és akkor itt a hátsó ülésre is tudok rakodni. Ha nem vagyok indiszkét, mit kell elhozni egy hölgynek egy ilyen fesztiválra? Hát estére is kell megfelelő ruha, ha hűvös van, ha nagyon meleg van, vagy éppen ha táncolni akarunk. Igen, tehát könnyebb is, meg hát kell azért ugye a motoros ruha is. Ön hogyan szeretett bele ebbe a motorozásba? Hát a férjem már szinte gyerekkora óta motorozik, és a gyerekek is. Aha. De hát a lányom is, fiam is, igen, úgyhogy az egész család, igen, mindenki motorozik. Egyébként, ami önöket ide vonza, az mi? A programok? Vagy az egésznek a feelingje? Az egésznek a feelingje, tehát nekünk a motorozás a lényeg. Itt a barátokkal a találkozás, kicsit este beszélgetni, de napközben a motorozás. Hát ezt a hangot, ezt csak élvezni lehet. Igen. Ön is megszokta bőgetni? Nem, annyira nem. Csak amennyi éppen előzésnél vagy a forgalom kívánja. Aha. Igen, de nem. Ott a cseszneki szerpentin része, hogy tetszik, hogy mennyivel? Ott mennyivel jövök? Hát van, ahol 80-nal, van, ahol 60-nal, mert azért most a hatóság nem hallja, valahol azért többel is. Van, ahol többel is. Igen. Mennyivel tud menni egy ilyen motor? Azt mondja, hát 220? Igazából ugye a trike az nem arról szól, hogy most nem tudom, hogy szágoldozunk, de hogyha megyek 130-al, 140-nel, hát az meg se kutyan neki, mert van benne erő. Azt tetszik tűnni, hogy milyen sokan irigylik önöket? Igen, már a motorosokat, igen, vagy a motoros nőket. A motoros nőket főleg. Igen, az kell, hát az egyenjogúság miatt én mindig biztatom őket, hogy minél többen menjenek el vizsgázni, csak félnek, ugye a rutin vizsgától nagyon félnek. A Veszprémi Református Egyházmegye összefogva a Pozsonyi Református Egyházmegyével konferenciát szervezett Reformáció 500 címmel, az esemény helyszíne a Művelődési Ház volt. A rendezvénynek az a célja, hogy a Trianon előtti dunántúli egyházkerület két egyházmegyejét, mert egy egyházkerülethez tartozott Pozsonyi egyházmegye is és a Veszprémi egyházmegye is, újra egyesítsük. És úgy gondoltuk, hogy ez az egyik legalkalmasabb pillanat arra az 500. évforduló, és mondjuk azért nem volt, tehát egy olyan célunk volt, hogy Trianonra emlékezve azon a napon vagy azon a környéken tartsuk meg ezt a rendezvényt, hogy ez az egyesülés, ez újra egy ilyen közös felkiáltás legyen az igazságtalan trianoni békediktátum ellen. Egyébként egy ilyen egyesítés az milyen cél szolgálhat ezen túl? Ennek az egész egyesülésnek az a célja, hogy gyülekezetek egymásra találjanak, tehát hogy különböző veszprémi és pozsonyi gyülekezetek olyan kapcsolatot hozzanak létre lelkészi körben is, és gyülekezeti körben is, ahol ők egymás életébe beletekinthetnek egy-egy gyülekezeti látogatás alkalmával. A másik célja az, hogy közös tudományos munkát is szeretnénk elindítani, közös lelkész konferenciákat, táborokat és olyan alkalmakat, amikor lelkész testületek összeülhetnek és együtt találkozhatnak és beszélgethetnek. Erre mai napra végül is ezen túl milyen programra készültek? A programunk úgy fog kinézni, hogy lesz egy előadás délelőtt, amit dr. Huszár Pál fog tartani. Nagyon célzott témát választottunk, Dunántúl reformációja, tehát a dunántúli régi egyházkerület teljes reformációját fogja áttekinteni. Utána pedig délután a másik fő előadó, Takaró Mihály lesz, aki az irodalom reformációjára fog előadást tartani, és menet közben sok olyan apró színes program lesz még, amely úgy gondolom, hogy szépé teszi ezt az egész napot. Többek között a két egyházmegye összes gyülekezetének a történeti kiállítása.
és oktatási intézményekből érkeznek gyerekek, mind a két egyházmegyéből, akik műsort fognak adni. A helyszín az egyébként véletlen, vagy önök szerették valahogy Halasörsön ez mindez? Ez olyan szempontból tudatos választás, hogy én az egyházmegyének a missziója előadója vagyok, és ezért gondoltuk Esperes úrra, Császár Attila Esperes úrra, hogy ez a helyszín alkalmas lesz arra, az adottságai miatt is, hogy ezt a konferenciát megrendezzük. Egyébként, hogyha most Alsősöt és a vonzás területét nézem, akkor a reformátusok milyen számban élnek itt? Én azt gondolom, hogy Balaton felvidék ugye olyan specifikus volt a reformáció után, hogy hosszú az ellenreformációk hosszú ideig szinte majdnem teljesen református volt. Ma már sajnos nem így van. A gyülekezeteink aránylag erősek itt a Balaton partján, de a Veszprémi Egyházmegyében is. Ennek ellenére ugye most már a reformátusok kisebbségben vannak, de mégis az ősi templomok és egyéb hasonló kérdezik a jelenlétet, és az, hogy aktív élő közösségek vannak itt. Többek között az is, hogy itt a Balaton felvidéken 6 református általános iskola működik. Jó, hogy pont tetszett mondani az iskolát, mert a fiatalokra akartam rátérni, hogy mégiscsak ők azok, akik majd tovább viszik hitünket, vallásunkat. Ön ezt hogy látja itt helyben? Itt helyben nagyon jó a helyzet, hál' Istennek, hiszen 2012-ben átvette az egyház az önkormányzattól az iskola fenntartását, és jelen pillanatban 129 gyerekünk van, és nálunk ugye az egyházi törvények értelmében is hitoktatás van, katolikus református, és minden gyerek jár hitoktatásra. Sokszor, amikor elmegyek templomba, azt látom, hogy nagyon sok idős ember ül a padokban, és kevesebb a fiatal. Ezt egyébként most a katolikus templomra gondoltam. Önöknél hogy van ez? Én csak Alsősről tudok nyilatkozni. Hála Istennek itt nagyon sok család van most már, akik bekapcsolódtak. Azt hiszem, az mindenképpen jelző, hogy múlt héten volt konfirmáció nálunk, és 15 konfirmandusunk volt. Ebből 10 olyan gyermek volt, aki 7.-8. osztályban konfirmált, és 5 olyan felnőtt ember, aki önként vállalta, hogy ő most kiáll a gyülekezet színelő és vallást tesz a hitéről. Az egyházak helyben nagyon sok szerepe van, oktatás, hitoktatás, kulturális missziója is van, és hát többek között ugye ott van az önkormányzat, amelyel szinte nem állt egy jó kapcsolatot ápolni. Önöknél ez hogy alakul? Hála Istennek, nálunk az önkormányzattal felhőtlen a kapcsolat, és azt gondolom, hogy mindenben megpróbáljuk egymást támogatni és segíteni, hiszen az, hogy az iskolát ők is átadták, és mi próbáljuk ezt jó sáfárbondján fenntartani és fejleszteni, ez egy közös cél, és a közös célért egy lemezőre lehet jutni. Pünkösd előtt különösen is érdemes erről beszélni, hogy egy akarattal együtt voltak a tanítványok, és valami új dolgot megáldott az Úristen, és ezért születhetett meg az egyház. Folytassuk magazin műsorunkat sporttal. Hogyha összekötjük a sportot és Alsősöt, a legtöbb embernek a kézilabda, labdarúgás vagy éppen az íjászat jut az eszébe, pedig a településen egyre népszerűbb az asztali tenisz is. Egyre többen pingpongoznak, a következő percekben a tanév utolsó játékos edzésére hívjuk meg nézőinket. Igaz, hogy a tanév vége felé járunk, sőt, már alig van néhány nap a gyerekek számára. Ez a mai nyílt edzés egy jó lehetőség arra, hogy bemutatkozzon egy új kezdeményezés, amit Alsőörsön megindult. Mit láthatunk pontosan, és meddig láthatjuk őket itt Alsőörsön vajon? Az elmúlt 2 hónapban kezdődött, tömegsportórák keretében minden csütörtökön 2 órában asztali teniszt tanulnak a gyerekek Ildikó vezetésével, és most éppenséggel ennek a záró jelenete van, amikor versenyre, házi versenybe mérkőznek egymással a gyerekek, és őket igyekszünk egy kicsit megdíjazni, kedvet kapni ahhoz, hogy minél aktívabban, minél tovább asztali teniszezzenek. Egyébként milyen a gyerekek között a sport élet? Motiválni kell őket, hogy járjanak sportra, vagy már inkább azzal van gond, hogy mindenki annyi felé jár sportolni, hogy alig lehet halászni új sportágak számára a gyerekeket? Ennek az iskolának az egyik neve az, hogy kézilabda utánpótlás központ, tehát a sport az egy kiemelt szerepet kap. Emellett az iskola még biztosít nekik szivacs kézilabdát, bozsik programba részt venni, és a nagyobbacskáknak, U12-eseknek, U14-eseknek pedig a gyermekbajnokságban, diákolimpián szerepelnek a gyerekeink. Jelen pillanatban is elmondhatom, hogy a legnagyobbak Zánkán vesznek részt országos diákolimpiai döntőn, a stand kézilabdába. Tehát ilyen szempontból felmértük, hogy a gyerekek hány százaléka vesz részt abban a programban, amit az iskola szervez, 92%-a, a többiek pedig itt egyrészt itt a szervezett tömegsportórákon veszek részt,
más pedig van, aki vízilabdázni jár, van, aki vívni jár. Jóformán nincs is felmentett az iskolába testnevelés alól. Kedves ön számára egyébként ez a sportág, tehát szívesen fogadja az iskola? Én magam is azt, hogy teniszteztem, és 25 éve teniszezek rendesen a megyei bajnokságban. Teljesen mindegy, hogy mivel foglalkoznak a gyerekek. A labda az egyik legkedvesebb szer mindenkinek, és én arra biztatok mindenkit, hogy bármilyen formában a labdával barátkozzanak meg. Elsőre kedvet kaptál az első óra óta itt vagy? Igen, mert nagyon jó. De hogy pingpong? Hát az iskolában azt hallom, hogy annyi sportág van. Igen, de apukám is pingpongozott. Versenyszerűen? Igen. Hajaj, és akkor le kell győzni, vagy mi a cél? Igen. Mennyi munka az, hogy látod? Hát sok, nagyon sok. Voltak kudarcok az elején, milyen jellegű kudarcok, vagy sikerek? Hát valamikor ügyes voltam, valamikor béna voltam. Mit érzel egyébként, hogy milyen ügyesség kell ehhez, miben kell ügyesnek lenni? Hát a csuklónak ügyesnek kell lenni, a csuklónknak meg, hogy jól tudjuk megfogni az ütőt. Egyébként az, hogy ez egy gyors játék, az számotokra, a gyerekek számára ez egy élvezetes dolog, az vonzó? Igen, mert le lehet fáradni, és az jó. Kifulladtok egyébként így ez a nap végére elég? Igen, mert 2 órás, de jó, igen, az egész évben lefulladunk már. Verseny is lesz itt most, mit vársz egyszerűen a versenytől? Hát nagyon szeretném, hogy első legyek, és most itt versenyezni fogunk, és mindenki kapni fog valami jutalmat. Attila, mik az elvárásaid a mai versennyel kapcsolatban? Mindent bele kell adni. Hát, vannak itt nagyon kemény ellenfelek is, nem biztos, hogy nyerek, de mindent beleadok. Ahogy tartja a mondás, próba szerencse. Mit szeretsz egyébként ebben a sportágban leginkább? A labdajátékot én mindig is szerettem, mondjuk a focit szerettem, meg most a pingpong, meg ez is ilyenféle labdajáték. Nagyon gyorsnak kell ehhez lenni. Nekem nem gyors, de ez az én véleményem, lehet, hogy másnak gyors, de én azért ki szoktam bírni. Mi az erősséged egyébként, mire alapozhatod, hogyha esetleg győzelmi reményeid vannak? Nagyon jól megy a fonáknyesés, a tenyeres még nem annyira, de azt is tanulgatom. És ezek nagyon jól mennek nekem. Szabad idődben is esetleg nekiállsz pingpongozni? Tehát, hogy ez igazi szerelemmé kezd válni ez a sportág? Szabad időmben nem nagyon tudok, mert nincsen készletem, de majd mindenképpen szeretnék egyet magamnak. Visszatérsz össze, hogyha a tanítással újra kezdődik az edzés? Nagy valószínűséggel igen. De azt már tudjuk, hogy 2 hónappal ezelőtt kezdődött meg nagyjából itt Alsóörsön az iskolával az együttműködés és ez a lehetőség. Milyenek ennek a rövid időszaknak a tapasztalatai? Valóban a gyerekek nagyon lelkesek, végül is március 16-a óta járunk ki. 15-18 között mozog a létszám. Ebben az iskolában tősportág is van, és megpróbálkoztunk mi is a pingponggal, illetve még azon gondolkodtunk, és már beszéltem pár szülővel, hogy az ügyes és olyan gyerekek, akiket mélyebben érdekli ez a sportág, Veszprémbe is kaphatnak lehetőséget. Nálunk komoly pingpong élet folyik, és magas szintre el tudjuk azokat a tanulókat, sportolókat vinni, akikre van hajlandóság és van kitartás, és természetesen a szülő is szeretné. Ma vakáció kupa verseny van, ahol fonák nyesés és a tenyeres ütést tanultuk idáig. Ezekből van verseny, tehát még nem az igazi 11-es szettek vannak, illetve mozgásos feladatsorok vannak, ami a pingponggal kapcsolatos, illetve az asztalnál való játékot segíti. Minden gyermek kap meglepetést, és éremmel is készültünk. Ennek az lenne a célja, hogy ez a vakáció kupa jó záruljon le, mint ahogy örülnek a gyerekek, ha vége az iskolának. Mi is egy zárást csinálunk pingpongos sportos formában, hogy ezt ne felejtsék el, hogy itt mindig van lehetőség. Nehéz dolog az alapkritériumoknak a gyerekeknek megfelelni. Sokféle tehetsége, készsége kell, hogy legyen ahhoz, hogy igazából kiválasztott legyen? Hát a heti egy az a tömegsport szinten elég, meg egy nagyon kis alapot, szabályos alapokat kapnak, hogy mit, hogy kell csinálni, és esetleg a játszótéren, vagy a strandon, vagy családi összejöveteleknél ők már tudnak akkor pingpongozni. Amennyiben többet szeretnének, sokkal több munka kell hozzá.
heti háromszori edzés, és az ügyesek, tehetségeseknek pedig heti 5 edzés kell ahhoz, hogy esetleg egy országosan jegyzett versenyző legyen, mondjuk 3-4 éven belül. Az, hogy ügyes egyébként mit akar, miben kell ügyesnek lenni a gyerekeknek, inkább ez érdekelni, illetve hogy teljesítenek itt az alsóörsi iskolából a gyerekek? De az ügyesség több mindenből tevődik össze, mert a pingpong így látszatra egyszerűnek tűnik, csak épp, hogy valamit meg kell pötyögtetni, mondják, akik nincsenek benne olyan mélyen a sportágban, de versenyző szinten sokkal összetettebb, pszichésen is, finom koordináció is kell hozzá, és nagyon nagy robbanékonyság, meg állóképesség, hogy valaki 6-8-10 meccset le tudjon úgy játszani, hogy hozza azt az eredményt, amit elvárnak tőle. Egy dolgot saját tapasztalatból mondanék, és erre vonatkozna a következő kérdésem, hogy viszont, hogyha idősebb korban kezd el edzéssel járni az ember, akkor van-e rengeteg berögzött rossz mozdulatait? Azt hiszem, ezekkel a gyerekekkel ilyen probléma még nincs. Valóban volt már rá példa többször is, hogy úgy jött gyermek edzésre, mondjuk már nagyobb gyermek volt, 16 éves, hogy ő már sok mindent otthon megtanult, nem volt jó a mozdulat, vagy idősebb korosztályban valahol tanult, vagy magától, vagy a családtagoktól, és ezeket a mozdulatokat valóban nehéz kijavítani, de ha önnek is van türelme, mi hajlandók vagyunk erre is. Az általános iskola igazgató úrral beszéltünk, hogy augusztus végén, szeptemberben meglátjuk, milyen igények vannak. Lehet, hogy újabb gyermekek jönnek, elsősök. Ha van rá igény, akkor mi ezt a lehetőséget kihasználjuk, és fogunk jönni. Kedves nézőink, magazin műsorunk végén köszönöm szépen figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Mielőtt elköszönnék, azonban szeretnék egy igen fontos információt megosztani nézőinkkel. Június 16-ától kezdődően összeállításainkat már csak a digitális 504-es csatornán látják, tehát arra kérem nézőinket, hogy aki analóg műsorunkat nézi, hangolját, készülékét és állítsa be az 504-es csatornán a Regina televíziót, mert innentől kezdve műsorainkat már csak itt látják. Én pedig még egyszer megköszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!